A Herennyó Manufaktúra a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrája, mintegy 60 országban van kereskedelmi kapcsolatunk, és mi, hogy mégis itt vagyunk, annak alapvető oka az, hogy a társaság egy társadalmi felelősségvállalással rendelkezik. Nekünk feladatunk az értékteremtő, megőrző és átörökítő munka. Ebben az évben kékaponyi vázát választottunk, amelynek első megrendelője Aponyi Albert volt 1932-ben, és az egyik versenyzőtől az előbb elhangzott, hogy a technikát egy duzzogó hölgyhöz hasonlította. Én a porcelánunkat inkább egy érett hölgyhöz hasonlítanám, amely a luxust, az eleganciát és a kényeztetést hordozza, egyben az időtlen szépség és az örök érték szimbóluma. Úgy gondoljuk, hogy a verseny, az 50. kék szalag is valójában egy ünnep, ünnepeljük ilyenkor a vitorlászókat, akik nap-nap után vízre szállnak, ünnepeljük a vitorlás szerető közönséget, akik csodálják ezeket a gyönyörű hajókat, ünnepeljük a türelmet és a kitartást, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki a kezdeti nehézségektől eljusson a kék szalagot elnyerő versenyzőhöz, és természetesen ünnepeljük a csupa nagybetűvel írt vitorlázást, amely évezredek óta embereket, városokat és földrajzi régiókat köt össze.